Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Ha egy olyan párkapcsolatban élsz, hogy neki még van egy társnője, vagy valaki állandóan jelentkezik a múltból, akkor ez a jóslás neked szól. És ide találtál hozzám. Itt ez a kártya utal erre a nőre a háttérben. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Ez a nő szeretne érzelmekről beszélni, vagy megvan az elképzelése, és szeretné azt, ha itt valami gyümölcsözne számára is. De nem meri kimondani, nem beszél érzelmekről. Fél ugyanis attól, hogy a te lelki társad elutasítja őt. Itt megvannak a félelmek, és megvannak a korlátozások. Mit tervez, mik az ő gondolatai, erre utal ez a kép. Ez a hölgy szeretné áttenni magát ezeken a korlátozásokon, félelmeken, bizonytalanságokon, és szeretné azt, ha lenne itt egy kis könnyűség. De nagyon-nagyon bizonytalan, mert nem tudja azt, hogy a te lelki társad mit válaszol, hogy reagál, és mi van akkor, ha ő lépéseket tesz, nem tudja, mi következik. Meg lesz még a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Amire ő gondol, illetve ahogy ő ezt érzi, fontos lenne számára a beszélgetés, a kommunikáció, erre utal ez a kart, hiszen szimbolizálja a döntéseket, szimbolizálja a levegő elemét, és ez utal beszélgetésekre. Tehát ezek az ő tervei. És most megtekintjük azt, hogy a te lelki társad hogy viszonyul hozzá. Itt láthatóak a gondolatok, és itt az érzelmek. Itt a múltban nagyon sok minden történt, és ő elrohan ettől a nőtől, elrohan ettől a kapcsolattól, fut előre, mert nem akar vele beszélni, nem akarja ezt a közeledést, ezt a találkozást, hanem eltávolodik tőle. De nem is lassan, hanem rohan előre. Tehát nem akar ezzel a nővel együtt lenni. Erre utal ez a kártya is, hiszen itt a múltról van szó, és a múltban voltak viták, veszekedések, kihívások, mindig csapkodták ezt őt, fejbe vágta ez a nő a múltban, ezért ő eltávolodik, elrohan tőle. És most megtekintjük a te lelki társadat, az ő jelenlegi helyzetét. Itt a kezébe veszi a dolgokat. Látható ez az arany érem, ügyel az anyagiakra, a munkájára, de azt is figyeli, hogy mi vagy ki értékes számára. Ez a kártya jelenti a föld elemét, itt reális dolgokról lesz szó, azt, amiről ő álmodozik, szeretné megvalósítani. És a következő kártya utal az ő érzelmeire, itt látható a fő papnő. És ez a fő papnő utalhat spirituális dolgokra. Lehet, hogy ez a terület érdekli őt, és itt lesz egy új kezdet, ezzel pénzhez akar jutni. Lehet, hogy ez a hivatása. Amit ez a fő papnő még jelent, őrzi a titkok könyvét, a sors könyvét, az Akasa krónikát, ahol megvannak írva a sors utak.
és ha a ti sors utatok kereszteződött, mert így van megírva ebbe az Akasa krónikába, és így van megírva a csillagképekben is, akkor ő tudja és érzi, hogy ti egymásnak lettetek teremtve. Te vagy az ő lelki társnője. És most megtekintjük azt, hogy viszonyul hozzád a gondolatait, terveit és az érzelmeit. Itt a tervekről van szó, a gondolatokról, és itt az érzelmekről. A kejhek utalnak érzelmekre. Tehát ő tudatában van azzal, hogy megvan köztetek a vonzalom, a mély érzelmek. Ez a kép utalhat a múltra is, ebben van egy kis romantika, nosztalgia, és ezt szeretné a közeljövőben egy szép, romantikus estét eltölteni veled. Az érzelmeket újra a fő papnő jelenti, ugyanúgy, mint itt. Tehát itt a sorsok könyvéről van szó, ez a kapcsolat, ez a találkozás nem volt véletlen. Így van megírva a sorsok könyvében. Lehet, hogy ez közli veled. És hogy viszonyulj hozzá? Mi várható rád a közeljövőben? Erre utalnak itt ezek a kártyák. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy lesz egy új kezdet, egy új periódus. Itt lesz köztetek egy közös életút, de kezdetben még itt vannak a nehézségek, hiszen nagyon sok mindent cipeltek. Ez lehet sok munka, kihívások, nehézségek, problémák, vagy lehet ez a nő a háttérben. Ezektől a kapcsolatoktól, problémáktól vagy félelmektől el kellene búcsúzni, hogy könnyebben menjen minden előre. Nem kell olyan sok mindent cipelnetek. És itt látható a megújulás, egy új kezdet, egy új életerő, és ez a szerelmes pár, ez te vagy és ő, ugyanúgy, mint ahogy a sorsok könyvében, ez meg van írva. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!